Üdvözlöm kedves hallgatóimat, hallgatóinkat a november másodikai péntek esti Zsírban, Sportban. Hát talán még nincs annyira este, de mindenképpen sötét már sötét van. Itt ülünk kollégámmal a stúdióban, Lenkár Péterrel, én pedig Kis Túrent vagyok, és mint említettem, ugye ez a Zsírban Sport című műsorunk, ahogy megszokhatták, már mindig péntekenként jelentkezünk ezzel az adással, amelynek során ugye hát latolgatunk esélyeket, eredményeket nézegetünk, érdekességeket ragadunk ki a világ sport eseményeiből, és ugye nyilván nem csak a labdarúgással foglalkozunk, hanem egyik sportágak tekintetében is kitekintést nyújtunk, illetve betekintést próbálunk akkor nyújtani inkább a hallgatóságnak. Ma is egyébként szó lesz ugye akár a Székely Törekvés csapatáról, hogy milyen eredménnyel zárult az elmúlt hétvége, illetve hogy milyen eredmények, illetve csapatok csapnak majd össze a következő hétvégén, holnap és holnap után, de mindenképpen megnézzük még azt is, hogy úgy, mint említettem, más sportesemények tekintetében a héten mik történtek, illetve érdekességek a Bajnokok Ligájáról, egyéb sporteseményekről mindenképpen teret fognak kapni a mai adásunkban. Úgyhogy most egy kicsit zenélni is fogunk, aztán pedig visszatérünk, és megnézzük, hogy akkor milyen teendői voltak a Törinek elmúlt hétvégén, és hogy milyen eredménnyel zárult a mérkőzésük, illetve milyen pozíciót foglalnak el jelenleg a tabellán. Jövünk vissza. Zenei szünetünk után ugye visszatértünk ide az éter hangjaira, vagy hát, hogy a hullámok mezején lovagoljunk, de igaz, hullámok mezején, hullámok taraján akár. Na de... Ez aztán szépen felvezet. Tehát köszöntöm amúgy én is a kedves hallgatókat. A hullámok mezeje az egy új fogalom. Kis Lóránt barátomnak, kollégámnak köszönhetjük most ezt az új fogalmat. Ahogy felvázoltad a szünet előtt, ugyebár megyei első osztályról beszéljünk, ugyebár a Töri megszerezte az első pontját idén, ami idegenről, amit az idegenbeli meccseit tekinti. Ugyebár eddig volt két győzelem és két döntetlenje, de ezt mind a hazai pályán sikerült összehozni. Most végre pontot sikerült hozni külhomból, mégpedig Érmihály falváról, ami ugye hát mégiscsak a idézőjelesen ősi rivális. A törisek ugyebár az érmihályfalvi csapatot tartják a idézőjelben a legnagyobb ellenfélnek, úgyhogy mindig jó dolog onnan ponttal hazatérni. És hát ahogy elnézzük a tabellát, ugyebár a forduló előtt az érmihályfalva még a harmadik helyen volt, ők most visszacsúsztak ezután a döntetlen után, viszont a Töri egy helyet javított. Igen, most már ugye 12. a tabellán, ugye a 10 mérkőzés után hát a gólarány is igazából mondhatni, hogy nem módosult, de azért némileg azért már van, látszik egy olyan, hát mondhatnám azt, hogy akkor a támadás is előtérbe kerül, ugye mondjuk ez az 1-1-es döntetlen után, viszont azért ugye rúgtak már jó pár gólt, szám szerint mondjuk 14-et, igaz, sajnos 23-at sikerült közben kapni is, de mindenképpen elmondható az akkor az elmozdulásban, ugye, mert ezelőtt pár héttel még ugye 15. hely, 11. hely környékén is volt a csapat a tabellán, úgyhogy ez mindenképpen igen, egy kis előrelépés. Ugyanakkor, hát, amit mondtál te is, hogy sikerült megszorongatni, akkor mondhatjuk akár azt, hogy a megyei rangadón akkor a nagy rivális csapatát idegenben. És hát emlékszem, talán beszélgettünk is arról még korábban, hogy ugye előttem lévő fordulóban, talán a 9. fordulóban az érmihályfal pedig kikapott. Igen, ők belefutottak egy 5-0-ás vereségbe, mégpedig attól a Borsi Vítorral szembe, akik múlt héten meg kikaptak hazai pályán 1-0-ra a nagyváradi AC-tól, és akik most ide jönnek ugye hétvégén, még pedig holnap kora délután. Most ugye egy picit módosult az óra átállítás után a mérkőzések lebonyolítási ideje, hát egy órával végül is előrébb kerültünk, tehát 14 órától rendezik meg a felnőttek mérkőzéseit, ez természetesen megelőzi az ifi csapatok összecsapása, természetesen ők is a Borsi csapattal játszanak, de nekik is az ifi csapatukkal. És azért, hogyha megnézzük, hogy a tabellán jelenleg ugye a Borsi Vítorról a 6. helyen tartózkodik. Elég rapszódikus. Sőt, még arra is igazából felhívnám a figyelmet, hogy ugye, tehát ugye mi x-eltünk az Érmihályfalvaikkal az elmúlt hétvégén,
amit te mondtál, hogy előtte meg azért milyen fel kikapott a Borsi Vitorultól. Most mi játszunk ugye a Borsi Vitorulla, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy neki lesz majd a végeredménye. Igen. Ugye azt is mondtuk például, hogy ugye a nagy, hát elég nagy verést kapott azért az Élmény Hájfalva a Borstól, és hogy utána pedig ők valószínűleg még inkább felszívják magukat majd a Töri ellen, ráadásul ugye hazai pályán szerepelnek, vagy szerepeltek. Ennek ellenére akkor is, tehát hogy ez nagy, még nagyobb eredmény akkor az 1-1 a Töri. Így van. Szerintem egy kicsit most olyan nyomott a légkör az Érmihályfalvi csapatnál. Mondjuk nem a mi dolgunk, vagy nem az én dolgom, ott van egy edző, majd megrendezi majd a játékosok lelki világát. Igen, és kíváncsi vagyok nagyon a mérkőzésre, hogy a Bors ezután a felemás két forduló után mit fog tudni idegenbe letenni az asztalra, illetve bízom benne, hogy a Székelyid viszont folytatja ezt az utat, amit elkezdtek, ugyebár a múlt heti 1-1 előtt ugye nyertek 3-2-re, ugyancsak egy ilyen közép szintű csapattal csaptak össze, akik azóta már ugye visszacsúsztak a 11. helyre, tehát adott esetben még talán meg is lehet őket előzni, bár látom, hogy nekik azért jobb a gólkülönbségük, úgyhogy egy előpontnál mégiscsak ők állnának jobban, de a felzárkózás a cél szerintem mindenképpen. Igen, mondjuk a Borsnak erősnek tűnik a csatásora is igazából, ugye elég sok gólt szereztek. Sőt, hát 2,8, ha jól számolom, tehát igen, majdnem 3 góljuk van. Átlag, igen, rugott. 28 rugott góljuk van a 12 kapott gól mellett. Hát a mezőnyben a második legjobb. Ez igazából a másodiknak tekintető, igen, mert Holtenseinben 3-an is 29 gólt rúgtak, ugye, így igazából így akkor második a Bors a találatok tekintetében. Úgyhogy azért jó a támadósorok is ahhoz képest, akkor, hogy nézzük a gólarányt tekintve, tehát jó a védelmük is, eléggé jó. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz itt elég majd Székelyhídon. Hát már így, bár volt rá példa, tehát belefutottam már olyan mérkőzésbe, hogy két ilyen támadó focit játszó csapat kioltotta egymást, és egy 0-0 lett a vége, de én gondolom, hogy nem leszünk egy olyan meccsnek a szemtanúi, ahol nem lesz gól holnap. Úgyhogy. Hát valószínűleg nem a taktikázás fogja jellemezni a mérkőzést, hanem valószínűleg akkor a csapatok tényleg egymásnak akarnak majd feszülni. Igen, mert bocsánat, hogy a szabadba vágok, azért azt se felejtsük, hogy jó, hogy a Töri nem akar lemaradni itt a középmezőnyről, vagy ról, de hogy nézd meg a Borsot is, azért 17 pontjuk van, és az előttük lévő csapatoknál, mondjuk a harmadik helyen álló Nagyváradnak 20, tehát pont egy győzelem, tehát nekik is érdekük, hogy támadjanak, és ne taktikázzák el a meccset, esetleg egy unalmas döntetlenbe, ugyancsak egy-egybe belefussanak, mert ők is elvesztetik a lépést ott az élvezőt. Pontosan. De akkor nézzük is meg, hogy milyen mérkőzések várhatók még ugye ebben a 11. fordulóban. Lesznek még ilyenek, hogy Nagyváradi AC Élesdi Krisul, Bihar Szent Márton, Mácsepusztai Unirea, Madarász, Bihar Szent Andrási Krisul, Bihar Diószeg, Vaskó Sziklás, Nagyszalontai Olimpia, Nagyváradi Egyetem, Fugyivásárhely, Belényesi Bihorul és Gyapjói Dácsia, Érmihályfalvi Unirea mérkőzéseket rendeznek még a hétvégén. Hát én kiemelném a Bihar Szent Márton Mácsepuszta mérkőzést, már csak azért is, mert ugyebár az első két helyezett fog összecsapni. Mondjuk van köztük 5 pont különbség a Bihar Szent Mártoni csapat javára, viszont egy esetleges meglepetés, mert ugye csak hazai pályán játszik a listavezető, de mondjuk egy Mácsepusztai győzelem után azért az már 2 pontra is le tud csökkenni. Vagy pedig, hogyha a Bihar Szent Márton nyerni tud, akkor nyilván meg jobban el fognak szakadni a mezőnytől. Vagy pedig, ha ledöntetleneznek, ugyebár, ahogy az lenni szokott ilyen kiélezett csatákban, ahol azt mondják, hogy hát nem harapunk, inkább visszafogjuk a fogainkat, és akkor ezzel így jó mindenkinek, akkor meg mondjuk a Nagyváradi AC, aki ugye hazai pályán kényelmes helyzetből várja az Élesdi Krisul csapatát, aki hát nem brillíroz idén, ugye 2 győzelmük van és 8 vereségük, igazán fel tudnak majd zárkózni. Meglátjuk, mit hoz majd a hétvége, és akkor ennyit igazából nagy vonalakban a megyei első osztály 11. fordulójáról, úgyhogy nyilván beszámolunk majd mi is híreinkben, akár az érhange.ru per rádión, illetve ugye a Facebook oldalunkon, hogy akkor mit is
volt képes elérni a Töri ezen a hétvégén. Mindenképpen megígérhetem, hogy holnap úgyis kilátogatok a meccsre, úgyhogy minél hamarabb igyekszem majd összefoglalni pár mondatba a mérkőzésen történteket, és természetesen a végeredménnyel se leszünk majd adósok. Nagyszerű, köszönjük szépen, Péter. Akkor egy kicsit ismét zenéljünk, és utána pedig folytatjuk adásunkat. Maradjanak velünk! Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, én Lenkár Péter vagyok, de itt van velem Kis Lóránt, kollégám, barátom is a stúdióban, ugyebár Zsírban Sport. Átnézzük a hét eseményeit, sport témakörben természetesen rengeteg minden történt a sport világában, ugyebár világbajnokot avattak talán az egyik legnépszerűbb sportágban, szerintem rengetegen követik ezt a versenyt, ezt az egész éven át tartó világbajnoki sorozatot, természetesen Forma 1-ről beszélünk. Hamilton megszerezte az 5. világbajnoki címét, annak ellenére, hogy Verstappen nyerte a mexikói nagydíjat. Hamiltonnak elég volt egy 4. hely is ahhoz, hogy bebiztosítsa a 5. világbajnoki címét. Azért 5. világbajnoki cím, azért ezt ilyen néha úgy beszélünk róla, mintha nem tudom, leszaladtunk volna tojásért, vagy kivittük volna a szemetet, de 5-szörös világbajnok. Hát igen, és amit említette, hogy az egyik legnépszerűbb sport a világon, ugye a Forma 1, rengetegen követik világszerte, ez nyilván betudható annak is, hogy ugye, ahogy mondják, a szágódó cirkuszt mindenki követi, és nem is kell feltétlenül mondjuk elutaznod az Egyesült Államokból mondjuk, nem tudom, a másik végére a világnak, hiszen annyi helyen rendeznek igazából már futamokat, hogy persze nyilván van, aki szerintem követi is, tehát hogy persze nem kerül ez két lejbe, vagy két euróba gondolom, de hát mindenképpen a szágódó cirkusz az magával tudja ragadni az embereket, magával ragadja ugye Hamiltonnak az a sikeres időszaka is az embereket szerintem, tehát rengetegen szeretik, imádják őt. És hát igen, még ezelőtt, nem is tudom hány évvel, még ugye mondhatni, hogy fiatal gyerekként, amikor bekerült a sportba, illetve hát a Forma 1-be, akkor még csak nagy tehetségnek volt kikiáltva, de hát látjuk, hogy akkor mire futotta hát igen, ezekben a futamokban. Érdekes módon ugye, hogy ő 2007-be került be, akkor még ugye 20-21 éves volt talán, ha jól emlékszem, és a következő évben, bár abban az évben is pár ponton múlott, hogy nem ő lett a világbajnok, újoncként, ne felejtsük el, és Alonso meg a későbbi világbajnok Räikkönen mögött, ugye ő is ott volt, alig maradt le a végső győzelemről, viszont rá következő évben, már 2008-ban már ő őrülhetett a világbajnoki sikernek, és ami még érdekes, hogy ugye el kellett teljen 10 év, hogy aztán az 5. ünnepelje, és igen, Van ez a téma, amióta véget ért a múlt heti verseny, hogy ugye pár éve a mostani nagy riválisa Sebastian Vettel 5 évvel ezelőtt már 4-szeres világbajnok volt, amikor még Hamilton frusztráltan, ugye bár még mindig csak azt a 10 évvel ezelőtti 1 világbajnoki címét tudta felmutatni, de aztán ugye oda került a Mercedes csapatához, és egy év munka után, akkor még ugye akkor szerezte a 4. világbajnoki címét, ha jól emlékszem, ha jól számolok, 2013-ban Vettel az utolsó VB címét, utána feje tetejére állt a világ, és minden a Mercedes-é lett. Azóta ugye minden világbajnokságot Mercedes pilóta nyert meg, többek között ugye Nico Rosberg is mondhatja magát világbajnoknak, 2016-ban elhappolta azt a bizonyos világbajnoki címet Hamilton elől, most már szerintem már nem kesereg annyira Hamilton azért. Igen, mondjuk van ennek a sportnak, ennek a sportágnak igazából egy olyan másik állandó témája valószínűleg, ami, tehát nem tudom, gyerekkorom óta is, mikor mondjuk inkább követtem még akár a Forma 1-et, már akkor voltak ilyen hangok, ugye, meg valószínűleg még korábban, hogy ugye mennyiben számít az mondjuk a Forma 1-ben, hogy milyen autóban ül a pilóta nyilván, tehát hogy mennyire tekinthető ez igazából a pilóták versenyének, és mennyiben tekinthető mondjuk konkrétan a technika versenyének akár, vagy hogy ugye milyen erős
autóban ül az az adott pilóta, és ugye a Mercedes, tehát hogy előtte mondjuk csak egy világbajnokit nyert, ugye Hamilton, aztán amit mondtál, hogy oda került a Mercedes, hát mondjuk a Mercedes mindig is jó volt, de azért nekik is voltak úgymond hullámvölgyeik a sportban, illetve hát konkrétan a Forma 1-ben. Úgy látszik, hát még emlékszünk akár, nem tudom, Coulthardra annak idején például, ugye, vagy Häkkinenre, aki szintén Mercedes-szel nyert, úgyhogy úgy látszik, hogy és most meg a Ferrari, aki addig ugye éllovas volt, ugye gondoljunk csak Schumacherre, most meg valahogy a Ferrari nem annyira, nincs annyira a toppon, nem tudom. Hát igen, ugyebár arról is van szó, hogy rengeteg hibát követett el a Ferrari idén, mert ugye ők nagyon szerették volna Vettellel megszerezni a világbajnoki címet, meg hát ugye ne felejtsük el Kimi Räikkönen is a csapat másik tagja. Igen, ez szerintem nem ilyen egyszerű, hogy jó pilóta vagy, akkor biztos Forma 1-es világbajnok leszel, mert ugye azt mondják, hogy ez valamilyen szinten egyéni sport vagy technikai sport, de azért ne felejtsük el, hogy hány ember dolgozik azért az autóért, hogy az minden cakra össze legyen pakolva, megfelelő legyen a dinamikája, az egyensúlya, hogy itt ki legyen szorítva, nem tudom micsoda. Most ezt úgy mondom, mintha nagyon értenék az autóversenyzéshez. Én is csak úgy magamba szívtam ezeket a szakszavakat, és azért úgy értem is őket, de hogy ez rengeteg mindenről szól. Ugye ne felejtsük el, hogy Vettel négyszeres világbajnok lett a Red Bull-al, és most hol a Red Bull? Ugye azt mondták, hogy az akkori csapattársa jó pilóta, de most hol van? Tehát vannak ilyen dolgok. Ott van Vettel, aki jó pilóta, papíron ugye egy jobb csapathoz igazolt, és nem sikerül világbajnokságot nyerjen. Úgyhogy ezek ilyen nagyon pici összetevőkből, ahogy szokták mondani, ilyen kémiai dolog ez. Tehát, hogy össze kell passzoljon az a csapategység a pilótával, az autóval, az időjárással, a gumitaktikával, tehát ezek nagy dolgok. És a másik része meg ez Hamiltonéknak meg minden összejön. Hát vagy akár azt is mondhatnánk, hogy nem minden pilótának fekszik ugyanaz a pálya például. Hát igen, igen. Tehát igen, van, akinek igen. Mondjuk lehet, hogy jobban fekszik egy Hungaroring, mint mondjuk egy Spa, vagy nem tudom. Igen, hát ez a másik elméleti dolog, hogy minden pilótának minden pálya kéne tetszedjen, meg tudja őket. Nem mindig igen, működik van, akinek nehezére esik akár egy kört is teljesíteni egy adott pályán. Van, aki meg csukott szemmel is végig tud menni egy másikon. Mondjuk kíváncsi lennék, ha lehet, hogy nem tudom, megkérdezték a pilótákat ilyen téren már, én nem olvastam konkrétan, hogy mondjuk olyat lehetne tőlük kérdezni, hogy kinek melyik a kedvenc pályája például. Hát ezt általában megszokták, persze, de mindig az a kedvenc pálya, amelyeken éppen vannak, tudod, ez is olyan vagy dolog, ha mondjuk hogy... éppen nyer rajta. Hát vagy, hogy nyer rajta, igen, mondjuk ott vannak Monzába, és akkor mondd el, Luis, melyik a kedvenc pályát, hát nekem a Monzai a kedvenc pályám, mert egyrészt nyertem, másrészt meg itt vagyunk, tehát ez is egyértelmű, de persze, hát amire úgy mindig emlékszem, meg úgy mindig megütött a fülemet, hogy a belga nagy díjat azt nagyon sokan szeretik, és annak ellenére elég sokáig nem volt a verseny naptárba, ott is ilyen átalakításra volt szükség, de ha jól tudom, most is versenyeznek rajta, benne van a Spa-Francorchamps is a verseny naptárba. Nem tudom, hogy mennyibe fog változni jövőre majd a Forma 1-es világbajnokság. Ugye megvan a világbajnok, még erre térjünk ki, viszont van egy másik szegmense is ennek az egész versenyévnek, van a konstruktőri világbajnoki cím, ami még viszont nincs eldőlve, és gondolom, hogy azért Hamilton még oda kéne magát tegye, annak ellenére, hogy már zsebbe tudja a dolgokat, és azért ismerjük egy picit a mentalitását, hogy amellett, hogy mikor az autóban van, akkor lehet rá számítani, és az elmúlt években azért most már nem követel olyan hibák, mint régebben, aminek ugye hozzájárult ahhoz, hogy sokáig nem tudott világbajnoki címhez jutni, de mikor kiszáll az autóból, akkor tudjuk, hogy nem veti meg a bulikat, illetve a tudatmódosító szereket, de az már az ő privát dolga, problémája. Nem tudom, hogy elfusson vele az a ló, és aztán végül a Ferrari-nak jöjjön össze a konstruktőri világbajnoki cím, bár szerintem ezek után a Ferrari nagyon fog örülni annak. Hát akkor azt is mondhatnánk, hogy Lewis Hamilton énekelheti magában az autóban, a Don't Stop Me Now-t például. Ez jó.
Na, de meglátjuk akkor, hogy valóban a konstruktőrök világbajnoksága hogy alakul majd, illetve hát nyilván ez is ki fog derülni, és hogy akkor a csapodár Lewis Hamiltonnak benőtte a fejel ágya, vagy nem. De szerintem akkor haladjunk tovább egy kicsit a sportágak tekintetében, illetve akkor akár sportágat is válthatunk valamilyen módon. Sajnos egy nagyon szomorú hírrel folytatjuk most, hiszen lehet, hogy már hallották a kedves hallgatók a hét folyamán, hogy milyen katasztrófa történt ugye a Leicester City berkein belül, ugyanis még az elmúlt hétvégén, ha nem tévedek, történt igen, a baleset. Múlt szombaton történt a baleset, amikor is egy helikopterrel lezuhant a Leicester City csapatának tulajdonosa, és többen sajnos meg is haltak a súlyos balesetben. Többek között az úriember is. Többek között maga a tulaj is, igen, úgyhogy sajnos ez egy nagyon szomorú hír ilyen szempontból. A bajnokikat megtartották egyébként a hétvégén, tehát hogy nem mondták le sem a Leicester City csapata. Hát ez a mérkőzés után történt, De úgy értem, hogy nem, tehát olyan szempontból meg nem volt igazából, hát nem azt mondom, hogy hatása nyilván volt az egész Premier League-re, hiszen ez egy katasztrófa dolog, ami történt, de hogy a többi mérkőzés megtartották lényegében. Tehát, hogy igen, nem... meg most hétközben is ugye kupát, már nem tudom, hogy Liga kupát vagy FA kupa fordulót rendeztek. Igen, de megemlékezés természetesen volt mindegyik mérkőzés előtt. Igen, általában ezeken úgy túlfut az ember, mikor sporthíreket olvas, de azért gondoljunk bele, hogy jó pár évvel ezelőtt a Leicester City még harmadosztályú klub volt. Ezt nem tudom biztosan, és nem néztem utána, ez most az én hiányosságom, de ha jól tudom, már akkor lett ő a csapat tulaja, miután már visszakerültek a másodosztályba, akkor vásárolta meg őket, és ha jól tudom, a második szezonban megjött össze az a, tehát a feljutás, a Premier League-be való feljutás utáni második évben jött az a bizonyos bajnoki cím a 2015-16-os kiírásba, tehát mint újonc egy ilyen középosztályú szezont zártak az első évben, és utána megnyerték. Hát ugye azt szoktuk mondani így most már lassan 2,5 év távlatában, hogy no-name játékosokkal, mert úgy igazából belegondolunk, azok a játékosok, akik akkor angol bajnokok lettek a Leicester City színeibe, azóta ismerjük őket. Abszolút, sőt, hát gondoljunk arra, hogy azért részben szét is vásárolták azóta ugye az akkori bajnok Leicester City csapatát. Említsük akár csak Riyad Mahrezt vagy Golo Kanté esetét, ugye? Érdekes, hogy már ezt mondod, mert éppen nekem is ő jutott eszembe, és ugye hétfőn volt a Tottenham Manchester City meccs, és pont az ő góljával nyert a City egy csúcsrangadót, és természetesen nem kell mondjam, hogy a gólja után milyen mozdulatot tett, és kire emlékezett, illetve jelzett, hogy ő azért nem felejtette el, hogy honnan került ő a címvédő Manchester City csapatához. Sőt, ha nem tévedek, akkor ő annak idején még egy másodosztályú francia csapatnál játszott, ha nem csak az emlékezetem, egy korábbi infókat tekintve, és onnan fedezték fel igazából a Leicester megfigyelői, gondolom, úgyhogy szép pályát futott be, akár már ez ideig is az észak-afrikai labdarúgó. De hát ott van ugye a másik, hogy említettünk, a Golo Kanté esete, aki meg azóta már világbajnok is lett, és meg a Chelsea vásárolta meg a Leicester City-től, miután ugye a Leicester bajnok lett a Premier League-ben. Ugye masszív védekező, romboló, abszolút. Hát passzokat ilyen, osztogató. Igen, kicsit ilyen Makelele 2. Igen, a franciák látom, szeretik ezt a posztot, de ha jól emlékszem, De Champ is ezen a poszton játszott. Abszolút. Meg igazából nem volt túl sok dolga, nem kellett kettőt a labdába rúgjon egymás után, vagy két cselt csináljon, hanem ő, neki az volt a feladata, hogy megakadályozza az ellenfél középpályásainak az építkezését, és aztán továbbítsa a labdát annak a játékosnak, akinek viszont már az volt a dolga, hogy ugyanúgy építkezzen, építse fel a támadásokat, és ez zseniálisan vitte véghez, mint ahogy aztán az előbb említett Claude Makelele, illetve Golo Kanté, ha jól Golo Kanté, igen. Igen, és azért még gólokat is rúgnak, azon kívül persze, hogy védekeznek, tehát azért megvan, főleg mondjuk még De Champra is emlékezhetünk akár, hogy rúgott egy-két gólt, de Kant esetében meg furcsa módon még inkább jellemző ez, ahhoz képest, hogy igazából romboló vagy gátló középpályást játszik hát csapataiban. Jó, azért...
azért azt is beszéljük meg, hogy átalakult már a labdarúgás hát Duchamp és Kanté közötti igen. időszakban, tehát azért teljesen homogének lettek a csapatok, tehát nem feltétlenül a védő csak védekezik, hanem adott esetben, ugye emlékezzünk a világbajnoksága, hogy hány védő szerzett gólt pont rúgásból, és a többi, és a többi. Pontosan, de szerintem akkor haladjunk is egy kicsit tovább, és szintén egy focis témájú dolog, ugyanis biztos mindenki ismer, és mindenki szeret, illetve nem mindenki szereti, de főleg a sokszor érdekes megnyilvánulásai és nyilatkozatai alapján ismert Zlatan Ibrahimovicot, ugye, aki hát jelenleg az észak-amerikai bajnokságban, illetve az Egyesült Államok beli MLS-ben játszik, mégpedig az LA Galaxy csapatában, ugye ő még Európából a Manchester United-tól ment el elmúlt télen, ha nem tévedek, és azóta ott rugdossa a gólokat, tehát egészen elképesztő formába lendült az észak-amerikai bajnokságban, és annyira formába lendült, hogy már szóba hozzák ismét európai topklubokkal, így például lásd a Milán esete. Hát igazából Ibrahimovic meg a Los Angeles Galaxy esetében nem azért érdeklődik a Milán Ibráért, mert hogy már 22 gólnál jár a svéd, hanem mert hogy a Galaxy nem jutott be a rájátszásba, tehát végül is a csapatnak és ezen belül Ibrahimovicnak is véget ért a szezon, mert innen az MLS-be most már csak más csapatok játszanak, ezek akik kiestek, már nem rúgnak labdába, hogy akkor maradjunk a kaptafánál, és hát ugye ismerjük a Milánt, tehát tudjuk, hogy ők nem vetik meg a rutinos játék, tehát emlékezzünk 2003-ba, 2007-ben, mikor Bajnokok Ligáját nyertek, hát simán 30 fölött volt az átlag életkor. És akkor Lázs, ugye Ibra esete, ő meg 37 éves már. Hát ugye Maldini is akkor kb. Ugyanebbe a korosztályba tartozott anno, úgyhogy teljesen elképzelhetőnek tartom, hogy akár már a téli átigazolási időszakban után Ibrát megint Milán mezbe lássuk, és hát valljuk meg őszinte, hogy szüksége van a Milánnak egy ilyen szintű játékosra. Igen, hát főleg akkor azt nézel, persze mondhatnánk akár azt, hogy mondjuk akár az LA Galaxy csapata, vagy maga az amerikai bajnokság nem egy olyan nívós bajnokság, ahol mondjuk 22 gól akkor jelenthetne egy extra dolgot, viszont azért mégiscsak jelent egyfajta dolgot ez a teljesítmény, hiszen 37 esztendősen, nagyon hosszú sérülés és durva sérülés után tért vissza, ugye, és rugott 22 gólt eddig abban a csapatban, illetve hát pont, ahogy mondtad, ugye már nem szerepelnek a rájátszásban, tehát hogy maga a csapat nem jutott túl jó teljesítményt, viszont maga a svéd klasszis az viszont adta magát, tehát hogy ő belőle megint kijött az állat ilyen szempontból. Olyan érdekes, hogy ezt mondod, mert ugye még Európában játszott, és most tényleg nem akarom megbántani az észak-amerikai profiligát, mert rettenetesen nagy fejlődésen mennek át, vagy mentek át már az elmúlt jó pár évben, de hogy mikor Európában focizott, most tényleg bármelyik csapatban, vagy a Barcelonában, vagy a Milánba, vagy a Manchesterbe, hogy úgy érezted, hogy úgy teljesen más dimenzióban mozog ez a srác, hogy így, ha nála volt a labda, akkor így elkezdett vibrálni körülött a levegő, és mint egy rajzfilmben így teljesen más volt, és láttam ilyen, amióta a Galaxy-ben játszik, ilyen összefoglalókat, hogy ott akkor meg úgy még jobban elszakadt a dimenzió közti különbség, tehát emlékszem egy olyan mérkőzésre, hogy azt hiszem 3-1-re vezetett az ellenfél, őt akkor cserélték be, és aztán 4-3-ra nyertek úgy, hogy rugott két gólt, és adott egy gólpasszt, tehát így teljesen átlendült a pálya az addigi történések teljesen más fordulatot vettek, és egymaga, szinte tényleg egymaga legyűrt egy csapatot, tehát hihetetlen. Hát akkor nem hiába került szóba ismét Európában az ő neve, és ahogy mondtad te is, a Milánnak lehet, hogy akkor igen, egy szüksége lesz rá a bajnokságban, de akkor menjünk is kicsit tovább, majd a zenei szünet után folytatjuk ugyanis az egyéb hét történéseivel, illetve sporthíreivel még, tehát maradjanak velünk, egy kicsit zenélünk, és vissza fogunk térni nem sokára.
Üdvözlöm ismét kedves hallgatóinkat, ugye a Péntek Esti Zsírban Sport című műsorunkban november 2-án, én magam Kis Lórend vagyok, itt van velem kollégám stúdióban, Lenkár Péter, és mint ígértük, illetve hát pontosabban folytatjuk az hét eseményeiből szemezgetésünket sport tekintetben, mégpedig egy igazán érdekes hírrel, amit a szemünk előtt lebeg, hogy már 2022-ben 48 fős lehet a VB mezőnye. Ez érdekességnek mindenképpen érdekesség, viszont nem tudjuk eldönteni még, hogy mennyiben lehet akár jó a sportágnak, illetve konkrétan a VB-nek egy ilyen dolog. Hát én most már tényleg évek hosszú sora óta figyelem ezt a bővítést, bővülést, bővítetést. A sportágnak biztos nagyon jó, illetve azoknak nagyon jó, akik ennek a sportágnak a vezetői, mert természetesen több meccs, több szurkolót hoz, több jegyeladás, stb. Nem fogom részletezni, viszont nem tudom, hogy nekünk, mint mezei szurkolóknak, hogy ez mennyire jó. Mert én mindig ezzel szoktam pedálózni, hogy bezzeg a 90-es években, mikor a Bajnokok Ligájában csak bajnokok voltak, akár finn, akár angol, akár svéd, akár olasz csapatok, de minden országnak a bajnok csapata vett részt benne. Hogy aztán ugye 20-25 év alatt, hogy átfordult, és ugye az idei kiírástól igazából a legerősebb bajnokságok a háromnegyedét, hanem még nagyobb arányát foglalják el a Bajnokok Ligájába. Tehát automatikusan bent van 4 spanyol csapat, 4 angol csapat, 4 olasz csapat, vagy 3 német csapat, és mindig ők vannak ott. Tehát, amivel mondjuk nem lenne baj, vagy nincs baj, mert ugye mégiscsak azért fizet az a néző, aki kimegy a meccsre, hogy egy Barcelonát jásson, ne pedig egy Partizán Belgrádot, vagy egy Apoel Nikóziát, vagy egy most akkor lépek egy Shakhtar Donyecket, ami még mégiscsak egy más szint, de mégiscsak a Barszát fogod megnézni, vagy a Manchester Unitedet. Hát mondjuk, hogyha a Shakhtar tegyük fel a Barszába játszik, akkor megnézem nyilván. Jó, igen, ez a szerencsésebb eset, és ugyan, igen, de ezek mondjuk klubcsapatok, és mondjuk egy Spanyolországban lehet van 4 olyan szintű csapat, vagy egész Európát ki lehet tölteni azt a 32 helyet. Most átléptünk a Bajnokok Ligájába, nem tudom miért, mert amúgy a VB-re. Igen, csak hogy jó, csak az minden évben van, tudod? Igen. Tehát BL minden évben van, VB meg 4 évente, nem foglalkozunk vele annyit. És nekem az a 32 csapat is már nagyon-nagyon rég soknak tűnik egy világbajnokságon. Természetesen, még egyszer mondom, a FIFA-nak érdeke, hogy minél több ázsiai kijusson, mert népszerűsíti a kontinensen ezt a sportágat. Ugye? Mert hogy eddig kijutott 3-4, most ki fog jutni 8 csapat, 8 ázsiai válogatott lesz kint. Nézzük át, most itt tényleg így izébe, hogy mit csináltak az ázsiai csapatok az idei VB-n. Ugye? Nem is emlékszel, igen, hogy melyik ázsiai csapat volt kint? Hát, mondjuk Japán volt, aki még viszonylag jó teljesítményt tudott nyújtani, gondoljunk akár csak magukhoz képest. Igen, gondoljunk csak a belgák elleni mérkőzésükre például. De valójában igen, vagy akár akkor gondoljunk inkább arra, hogy kik lesznek azok a csapatok. Ez az. Tehát mondjuk lesz, tehát úgymond hagyományosan, akik kint vannak eddig. Szaúd-Arábia, Dél-Korea, igen, Japán. Igen, és akkor lesz egy Tájföld. De mondjuk jó, oké, nem Tájföld, ott lesz India. Tegyük föl. Indiának van ugye nem tudom hány lakosa. 1 milliárd. Tehát, érted? Tehát 400 millió kb. Igen, tehát a FIFA-nak érdeke, hogy eljusson ez a sportág, mert aki nem nézett még életében Indiába foci meccset, ha a válogatott kijut a VB-re, akkor biztos le fog ülni az 1 milliárdnak mondjuk a töredéke, ami még mindig több millió ember. Érted? Tehát nyilván, a FIFA, persze. Tehát ez logikus döntés, hogy ők próbálják minél jobban szélesíteni. Ezért nekünk szurkolóknak, akik általában semlegesek vagyunk, mert ugye magyar válogatott ritkán jut ki, nekünk is megvannak a favoritjaink, mi nem fogunk egy indiai meccsért leülni, ugye? Nem, de tegyük, hogyha tényleg azt mondjuk, hogy bűvül a mezőny, és akkor mondjuk nyilván több Ázsia is lesz, de azért akkor lehet, hogy nagyobb esélye lesz mondjuk egy magyar válogatottnak kijutni a VB-re. Nem, pont, na, pont itt kezdődik a probléma, hogy Európának nem bővül annyival a kijutási csapatok száma, mint a föld többi része, mert ugye azt a 12
hat válogatottat, mert ugye annyi a különbség 32-ről 46-ra, ezt ugye próbálják arányosan elosztani, tehát amíg kijut még ugyanannyi négy európai, abba sem lesz benne a magyar válogatott. Valószínűleg nem, mert lesznek náluk jobb csapatok, akik képesek mondjuk kijutni a VB-re, de lásd a helyszínt ugye, tehát Katarról beszélünk, és hát mint tudjuk, mondjuk Katar nagyon-nagyon meleg környezet, úgy érte, hogy éghajlatilag és ugye az időjárását tekintve. És ugye arról már voltak amúgy beszélgetések szerintem, hogy oké, hogy Katarban lesz, meg hogy volt már máshol is mondjuk, ahol VB-t rendeztek, és nagyon meleg az időjárást, hogy azért nyár lesz, és vajon nyáron lesz-e, mert hogy nem nyáron lesz, pontosan erre akarok utalni. Tehát, hogy ugye volt már arról beszélgetés, hogyha mondjuk nyáron rendezték vonalásuk Katarban, akkor ugye 50 fokban kellett volna akár játszaniuk a csapatoknak, ami szerintem mindenkit megkínzott volna, és pont emiatt nem lesz ugye nyáron, hanem novemberben vagy decemberben, vagy sőt, mind a két hónapban, ha jól emlékszem. Igen, erről is sok szó esett, mert hogy... Na és hogy pont arra akarok utalni ezzel az egésszel, hogy akkor mi fog történni mondjuk a bajnokságukkal? Abban az időszakban, ugye? Igen, szerintem ezt elkezdtek ezen dolgozni, mert ugye abba kell hagyni a bajnokságokat. Meg tehát a BL-t, teljesen, meg az L-t, meg a bajnokok ligát, így van. Át kell alakítani így fokozatosan ezeket a dolgokat. Illetve a másik része, hogyha most ebbe belevágnak, és adott esetben ugye bár arról van szó, az az egyik ugye fő témája a dolognak, hogy például a mostani oroszországi VB-re, ugye az volt mindenkinek a mentsége, hogy hát nagyon fáradtak voltak a csapatok, fáradtak voltak a játékosok, hosszú volt a szezon, de ez meg pont a szezon közepén van, amikor úgy mondjuk elkezdődik júliusban, augusztusban a szezon, pont akkor lendülnek bele a top játékosok, és akkor úgy mennek a VB-re. Most ez nem tudom, hogy mennyibe fogja megváltoztatni a dolgokat, mert utána meg már ugye fáradtak lesznek a VB után, nem tudom, hogy fognak visszazörgölődni a hétköznapokba. Érdekes lesz. Nagyon feje tetejére áll. A másik az, hogy mondjuk nyilván akkor említetted azt, hogy akkor nyilván érdeke magának a FIFA-nak, hogy ilyen mértékben változtasson, hiszen minden pénzről szól, tudjuk, ez is a pénzről szól, viszont akkor az európaiak meg kiesnek abból a pénzből némileg, hogyha szüneteltetik a Premier League-et, a Primera Divisiont, vagy a Seriát, vagy magát ugye a BL-t, ami rengeteg pénz, és rengeteg néző szintén. Hát igen, de nem marad el, csak nagyobb lesz, vagy más lesz az üteme az egésznek, tehát gondolom addig a novemberi dátumig lesz zavarják a csoportköröket, és akkor tehát nagyobb lesz a szünet, sűrűbben lesznek a mérkőzések, hamarabb kezdődik a szezon. Nem tudom, tényleg nem menjünk ebbe bele, mert nagyon bonyolult, és tényleg jó végül is kísérletezgetni. Cáfoljanak meg, tehát ugyanígy voltam a videóbíróval. Kíváncsi vagyok, hogy a fotistákat megkérdezték erről. Hát csak kíváncsiságból, nem? Tehát, hogy akarsz novemberben focizni Katarban a VB-n? Persze. Na, ne akasszuk még fel szögre a cipőnket, hiszen megtette ezt más, illetve meg akarja tenni más helyettünk, mégpedig ugye hát szintén focis hírünk az, hogy a szezon végén szögre akasztja a csukát, mégpedig nem más, mint a holland Rafael van der Vaart, aki hát 109-es holland válogatott futballista, mint tudjuk, és aki jelenleg a dán Esbjerg játékosa. Esbjerg vagy Esbjerg? Szerintem Esbjerg, de lehet, hogy Esbjerg egyébként. Jó, mert így is hallottam meg úgy is, és azért kérdem tőled, hogy inkább Esbjergnek szoktam hallani, te meg Esbjergnek mondod, azért vagyok kíváncsi. Igen, pont erről beszéltünk ugye még adás előtt, hogy hogyha mi is focisták lennénk, akkor lassan mi is el kéne gondolkozzunk, hogy tehát pont velünk egy korosztályban van az új ember. Mi is a szezon végén, akkor szögrelakaszthatnánk a csukát. Igen. Vagy már túl vagyunk ezen a fázison. Vagy elmegyünk az MLS-be a Galaxy-be játszani. Hát, hogyha igen, jó, hogyha jók vagyunk, és sok pénzt akarunk még keresni. Igen, Van der Vaart annak a generációnak a tagja, ugye itt beszéltünk, hogy összehozták azt a második helyet a hollandok 2010-ben, ugye az a generáció, ugye Snyder, Robben, Van der Vaart, ők mind ugye a hazai bajnokságból indultak, PSV-ból, Ajaxból, szóval ők is ott kezdték, mint ugye a nagy elődök, és ők is abba, hát most
nem akarok rossz lenni, de abba a cipőbe járnak ők is, hogy úgy igazán nagy dolgot nem nyert Van der Vaart. Nem, de mindenképpen annak a holland iskolának a tagja, vagy akár azt is mondhatnánk, hogy leszármazottja, amelyik ugye az Ajax nevelésektől kezdve, tehát ismerjük az Ajaxnak az akadémiáját, illetve annak az erősségét, hogy ugye mindig a fiatalok felkutatása, akár a nem csak a holland tehetségeké, hanem akár más európai nemzetekből is válogatnak, és olyan szinten tudnak válogatni, sőt, akár ugye afrikai labdarúgókra is gondolhatunk, hogy valóban egy olyan erős magot képesek néha kitermelni, amelyik aztán, ha nem is nyer úgy konkrétan abban a mag témában valamit, mert hogy általában azért szétszedik az Ajaxot mondjuk egy-két sikeresebb év után. Vagy igen, vannak ilyen csapatok, elviszik, akiknek totálisan ez a stratégiája. De az Ajaxnak ugye, igen, pont ez a filozófiája is, hogy azért ő kitermeli magának azokat a tehetségeket, akár bajnoki címig jutak, vagy ugye a BL-ben, vagy akár egy Európa Ligában is döntőt játszik, tegyük föl. És lásd, most gondolok akár a legifjabb tehetségükre, aki ugye már holland válogatott is, talán 19 éves most körülbelül, a Matthijs de Ligt nevű játékos, aki az Ajax kitűnő hátvédje, és ő a példája, vagy az újabb hulláma igazából ennek a körnek, amelyek most az Ajaxban kezd kialakulni. És ugyanez az iskola működik évek óta, hát gondoljunk akár csak a 90-es évek Milánjára, amikor Ajaxára, amikor akár a Milánt verték BL döntőben például, és arra a hullámra, akik ott voltak, tehát egy Davids, ott gondoljunk, vagy egy nem tudom, Zédorf például, vagy hasonló. Kluivert, ugye, Kluivertnek a fia most Overmars, igen. Az Ajaxból ment a Rómába, hogy szintén is ott vannak az ifjú tehetségek, szerintem őről is fogunk még hallani egyébként. És tehát, hogy megvan ez a nagyon erős, ez a holland futballnak, amit persze utóbbi időben kritizáltak is, nem igen, csak a válogatottat, hanem pont, a pont erre akartam is kitérni, hogy most nagyon hosszú idő után van egy ilyen holt szezon a holland fociban, mert ugye elkezdődött ez a 70-es évektől, és mindig jött, ugye, jöttek Cruyffék, jöttek Hulliték, jöttek Kluiverték, jöttek Van der Vaarték, és most van egy, ugye 2012-es EB-n voltak kint utoljára a hollandok. Azóta nem jutottak ki egyik világversenyre se, és már hárman túl vagyunk. 14-es, nem, bocsánat, a 14-es VB-n is kint voltak, akkor 2-n, 16-18-ban nem jutottak ki, és gondoljuk és vissza. És 70... sem voltak. Igen, azt mondom, hogy világversenyre nem jutottak, igen, ki, igen. És ez a 70-es évek óta nem történik meg, úgyhogy most van először egy ilyen üres járat, de ahogy mondod, hogy azért most már építkeznek rajta, és láttuk bár egy győzelem, vagy egy mérkőzés után még ne vonjunk le következtetéseket, de a legutóbbi győzelmük, ugye a német válogatottat győzték le 3-0-ra, ha jól vagyok értesülve, Koeman rengeteg fiatalt, illetve újoncot, tehát olyan embert vitt a válogatottba, akik még nem játszottak a válogatottba, és egyet-egyet be is cserélt, az egyikük tudom, hogy kezdő is volt. Pontosan, tehát például van, akit említettem, a Matthijs de Ligt, aki azt hiszem, hogy talán korrekorder is lett ilyen szempontból, hogy nagyon-nagyon-nagyon ifiként már válogatott, és ugye szintén Ajax nevelésről beszélünk, tehát őt már vinnék top klubok Európából, egyelőre még az Ajax meg tudja tartani magának, és most nemrégebb olvastam egy cikket az Ajaxról, egyébként egy ismertebb, vagy ex-labdarúgó, ugye, aki Ogararu, aki az Ajaxban játszott még a 2000-es évek közepe tájéken, ugye ő román labdarúgó válogatott is volt, és ő az Ajaxnak dolgozik most nem tudom pontosan melyik szervezeti egységében, de az utánpótláson is ott van a kezük a dolgoknak, és pontosan azt a rendszert taglalta egy cikkben, hogy működik a felépítés ezeknek a fiataloknak, hogy nyilván a taktikán és a technikán kívül ugye például a gyerekeket már úgy iratják be az akadémiákra, akár szülők, hogy aztán ezek a gyerekek más sportokat is űznek, lásd akár úszás, sőt akár birkózás vagy hasonló,
így igazából a foci által ugye megkapják azt a képzést, amit jelent maga az Ajax Akadémia, a többi sportág által, amit közben űzetnek úgymond velük, azáltal pedig erősödik a fizikumok, tehát hogy már igazából 19-20 évesen egy kész labdarúgó jön ki az akadémiáról, és képes megállni a helyét akár a válogatottban, akár az Ajax nagy csapatában. Vagy ahova viszik. Vagy ahova viszik. Tehát hogy most általában azt mondják az ajaxosok, hogy most jön ki egy újabb ilyen hullám, aki mondjuk lehet egy új aranyhullám, mint ahogy volt akár Ezüst hullám, maradjunk az ezüst hullám, mert ugye a hollandok elbuktak 3 VB döntőt, ami által tartják ezt a címet, úgyhogy maradjunk az ezüst generáció. Jó, akkor legyen a gét narancs. Na rendben, köszönjük szépen, ez így oké volt így a Van der Vaartot és az ő múltját is tekintve. Most egy kicsit ismét zenélni fogunk, majd pedig visszatérünk egyéb focis hírekkel, úgyhogy maradjanak velünk, hallgassanak bennünket. Ez itt a Zsírban Sport, Kis Lóránttal és Lenkár Péterrel, ugyebár a címéből is kiderül, hogy a sport a fő témánk. A topligákat szeretnénk körüljárni itt egy pár percbe, ugyebár a Premier League-be fordulót rendeztek. A forduló rangadója szerintem egyértelműen a Tottenham Manchester City volt, ugyebár a Tottenham az 5. helyen várt a listavezetőt. Elég unalmas meccs volt, mondjuk a második félidőt láttam, egy korai góllal, ugye korábban említett Mahrez góljával nyert a City 1-0-ra, és hát nem volt egy sziporkázó mérkőzés, én többet vártam a Tottenhamtől, viszont a City megcsinálta azt, ami tehát hazavitték a 3 pontot, ennyi. Számomra meg az furcsa, mondjuk így ránézve a kezdőcsapatokra, hogy olyan kezdők is, olyan cserejátékosok voltak, vagy olyan cserék is voltak a mérkőzés alatt, ami némileg meglepő, bár hát mondjuk tudjuk, hogy Kevin De Bruyne például sérülésebb adott hosszabb ideig, és talán még most tér csak úgy vissza igazán a mezőnybe sérülése után, de akár ott mondja Eriksennek ugye a másik oldalról a példája, ugye Christian Eriksen csak a 81. percben szállt be a meccsbe Lucas Moura helyére, vagy ott van mondjuk, akit pályára sem dobott az edző, ugye a dél-koreai Son. Tehát, hogy ők mindig kezdők voltak eddig. Mondjuk azt tudom, olvastam nemrégiben, hogy ugye Christian Eriksennek vannak valamilyen egészségügyi problémái, általában krónikus gyomor betegsége van, nem lehet pontosan tudni, hogy micsoda, és ugye a válogatottból is talán kikerült, vagy csak kétségek voltak, hogy akkor tud-e majd szerepelni ugye a Nemzetek Ligájában, illetve magában a Tottenhamben is. Úgyhogy lehet, hogy az az oka mondjuk, hogy kikerültek ezek a játékosok, vagy akár ugye lásd Eriksen, de hogy mondjuk Son miért nem játszott például, vagy akár más, mondjuk egy Serge Aurier, vagy hasonló, ezek meg furcsák, vagy nem lehet, hogy például egy Leroy Sané mondjuk a Cityben. Tehát, hogy nem voltak olyan alapkezdők, mint hogy megszokhattuk volna a két csapat felállásait például. Igen, az angol ligában szoktak ilyen meglepetések lenni, vagy ilyen kérdések maradnak egy-egy mérkőzés után. Nem tudom. Minden esetre a Chelsea is, a Liverpool is, illetve a Manchester City is ugyebár hozta a mérkőzését az elmúlt fordulóban. Az Arsenalnak nem sikerült nyerni, viszont a Manchester United végre valahára szerzett 3 pontot. Ez még a listabeli 8. helyén még nem tükrözi, vagy nem mutatja ez a győzelem. Minden esetre a City, a Liverpool és a Chelsea továbbra is az első 3 helyen. Az Arsenal próbál tapadni, bár most éppen letapadt. Vagyis éppen lemaradt 2 ponttal, de hétvégén ugyebár épp egy Arsenal-Liverpool meccs lesz, amin aztán elég sok minden eldőlhet. Hosszú idő után végre egy igazi rangadó vár az Arsenalra, ugyebár az első 2 fordulóban 2 vereséget szenvedtek a Chelsea-től és a Manchester City-től. Most jön a harmadik nagyágyú, a Liverpool. Meglátjuk, hogy hazai pályán sikerül-e valamit letenni az asztalra. Manchester United Bournemouthba látogat, illetve a Manchester City, a címvédő hazai pályán fogadja a Southamptont, valószínűleg egy lazább mérkőzés lesz, bár BL-re készül a City is, bár
ott meg elég jól állnak a csoportba, de szerintem nem fogják félváról venni egyik meccset se. A Chelsea is hazai pályán várja a másik londoni Crystal Palace-t, talán ezeket a mérkőzéseket tudnám kiemelni ebből a fordulóból. Hát esetleg még mondjuk a Wolverhampton Wanderers Tottenham mérkőzés, amelyik úgy érdekesebb lehet, hiszen Tottenham idegenben játszik. A Wolves viszont eléggé masszívan tartja magát ugye a közép mezőnben, sőt konkrétan 10. helyen tartózkodnak egyenlőre. Alig 2 ponttal lemaradva mondjuk például a United-től, úgyhogy hát meglátjuk, hogy alakul ez a hétvége. De akkor nézzük is meg esetleg, hogy áll például a német Bundesligában a helyzet, illetve hogy ott milyen mérkőzések és eredmények voltak az elmúlt hétvégén. A Bayern München úgy látszik kilábbal tényleg abból a nagy krízisből, amiben pár hétig megrekedt, most éppen Mainzba tudtak nyerni, és ennek a győzelemnek a következéseképpen feljöttek a második helyre, úgyhogy most már lassanként kezdik visszakapni a formájukat. Viszont a forduló talán legérdekesebb mérkőzése a Dortmund-Hertha volt, ugyebár a listavezetőhöz látogatott Dárdai Pál csapata, és ennek megfelelően ugye a Hertha se, hát épp nincs a top csapatok között, de elég nehéz diónak tűnik idén megint Dárdai Pál csapata. Ugyebár a Dortmund kétszer is megszerezte a vezetést, 1-0-ra és 2-1-re is vezetett a házigazda csapat, de mind a kétszer sikerült. És érdekes módon ugyanazok a játékosok rúgták mindkét oldalon a gólokat. Sancho, ugyebár ő angol, ugye? A nevével ellentétben, ha jól tudom, egy angol utánpótlás, nagyon fiatal játékosról beszélünk. 2000-es születésű, tehát pont 18 éves, igen, Jadon Sancho, egy angol utánpótlás játékos, azért maradt meg a fejembe a neve, mert hogy ugye nem egy tipikus angol név, illetve a most már veteránnak mondható Salomon Kalou egyenlített mind a kétszer, úgyhogy csökkent a Dortmund előnye, annak köszönhetően, hogy a Bayern ugyebár nyert, viszont a következő két csapat mind a kettő vereséget szenvedett, mármint a tabellán a Mönchengladbach és a Werder Bremen, és felhívnám a figyelmet a Werder Bremen vereségére. Egy 6-2-es vereségbe futottak bele a Leverkusen ellen, ráadásul hazai pályán. Igen, pontosan, úgyhogy ez egy... Ugye azért vártuk, hogy a Bremen produkálni fog ebben a fordulóban, és még esélyük is lett volna az előre lépés, hiszen a Mönchengladbach meg ugye kikapott, előtte egy nappal vagy kettővel egyel, igen. Úgyhogy lehet, hogy túl elbizakodott volt a Bremen a forduló előtt, nem lehet ezt tudni pontosan. Mindenképpen maga a tabella az maradt, ahogy maradt, hiszen a Dortmund az első, a Bayern a második, a Mönchengladbach igaz kikapott, de maradt a harmadik helyen, ugyanúgy a Bremen a negyedik helyen foglalja el, és ugye a ötödik helyen szintén magyar érdekeltségű Lipcse tanyázik, akik meg 0-0-át játszottak a Schalkéval, aki még mindig gyengélkedik, és ugyan már elhagyta a kieső zónát. De nincs messze. De nincs messze, tehát addig egy pontra vannak, így is a 16. kieső helytől már. Akit még megemlítenék, az csak a Hertha kapcsán lenne, mégpedig ugye mondtad, hogy van egy nagyon tehetséges Dortmundos angol srác, ugye a Sancho. Ott van viszont a Hertha keretében, és kezdő is volt a mérkőzésen az Arne Meyer, aki meg a Hertha utánpótlás nevelésével került fel a nagy csapatba, és állítólag ő kb. Fél év alatt megtriplázta már úgymond a futballpiaci értékét, nagyon nagy tehetségnek tartják, és ha nem tévedek, talán már kapott behívót a válogatottba is, de lehet, hogy még nem, viszont nagyon-nagyon közel áll már ahhoz, hogy talán ott is bemutatkozzon vagy játszon. Úgyhogy ott is folyik egy jó kis utánpótlás nevelés, úgy tűnik a Hertánál. Erről talán már korábban beszélgettünk egy másik adásban, hogy Dárdai Pál azért elég komoly munkát, és ezek által pedig hát igazából eredményeket és sikerességet tud felmutatni egy ilyen kis költségvetésű csapatnál is ráadásul. Érdekes mérkőzések lesznek, ugye mondtad itt az előbb, hogy magyar érdekeltség, hát épp egy Hertha Berlin-Lipcse mérkőzést fognak rendezni holnap délután, sőt inkább este fele, mert már 19:30-ra esik ez a mérkőzés. A Dortmund-Wolfsburgba lép pályára, nem lesz könnyű meccs, el is veszíthetik talán a listavezető helyüket, a Bayern viszont hazai pályán csap össze azzal a Freiburggal, aki óriási meglepetésre legyőzte az elmúlt fordulóba az előbb említett Mönchengladbachot, úgyhogy jó kis meccsek lesznek, mondom,
lehet csere akár az élen, mert ugye két pont van a Dortmund és a Bayern között. Olaszországban is érdekes mérkőzéseket játszottak, sőt, pótoltak is egy meccset. Ugye még az első fordulóból elmaradt Milan-Genoa meccset pótolták itt a hét közepén, a Milan végre valahára nyert 2-1-re, mégpedig az Inter Lazio elleni győzelmét kiemelném, ugye róluk beszéltünk a múlt héten, hogy tavaly kiki meccset játszottak a BL-be való indulásért, hát most ez elég egyértelművé vált, bár most már másképp állnak a helyzetek. Ugye Rómába tudott nyerni a milánói csapat, mégpedig kiütéssel 3-0-ra. Frosinone is, most ez épp a tabella másik végéről emelek ki egy csapatot, de az is 3-0 lett, vagyis bocsánat, 0-3, ők Spálba tudtak nyerni. Szerintem örülnek, mint majom a farkának, ennek a három pontnak, ennek a magabiztos győzelemnek. A Juventus ugyebár nagy nehezen, de tovább viszi a hát majdnem veretlenségi sorozatát. 9. győzelmét aratta idén a csapat, most éppen az Empoli volt az elszenvedő fele ennek a dolognak, illetve a forduló rangadóján a Napoli 1-1-es döntetlent játszott a Rómával hazai pályán, úgy, hogy még ők futottak az eredmény után. Nézzük meg, milyen mérkőzések várhatók viszont ugye akkor a következő előttünk álló hétvégén. Sőt, hát igazából már ma este egy Napoli-Empolival nyitja meg ezt a fordulót, mégpedig a 11. fordulót az olasz Serie A. Úgyhogy holnap három mérkőzést rendeznek. Igazából kiemelkedő meccset holnapon nem nagyon tudnék úgy említeni. Talán a Fiorentina-Róma, amelyik inkább tűnik izgalmasnak. A Juve mondjuk a Cagliarit fogadja majd. A Cagliari viszont a 13. helyen van jelenleg, úgyhogy nem hiszem, hogy nagy feltörést okozhatna majd az öreg hölgynek. Illetve a 4. még lesznek ugye mérkőzések, és valójában itt sem lesz nagyon nagy rangadónak tekinthető összecsapás. Mondjuk a szintén gyengelkedő Udinese otthonába látogató Milán, aki kicsit nehezebb helyzetbe kerülhet, bár igazából a Milán most felszálló ágban van, úgyhogy nem kéne nekik nagy feltörést okozni az Udinese védelme, illetve csapata ezen a mérkőzésen, és akkor majd igazából mondjuk utolsó meccsként rendezik majd meg ezt vasárnap ezt az Udinese Milánt, azon kívül lesz még egy Lazio Spal például, de igazából más kiemelkedőt nem is mondanék akkor a forduló, illetve párosításai közül. Annál érdekesebb lehet akár mondjuk számunkra a spanyol bajnokság, ugyanis egy kemény eredmény is született ugye a hétvégén. Hogyha mindenki kedvenc sportága a Forma 1, vagyis hogy nagyon sok ember kedvence a Forma 1 a világon, azt hiszem, hogy nagyon sok ember kedvenc mérkőzése a világon a Barcelona Real Madrid örök rangadó, az El Clásico. Péter, mi szólt ehhez? Igen, abban az esetben, hogyha pozitív eredmény születik a mérkőzésen. Hát pozitív eredmény született a mérkőzésen, de a Barcelona szurkolóknak ezzel ellentétben nekem negatív eredmény született már az én tekintetem. Mindegy, igen, hát végül is helyreállt a rend, nem az Alaves és nem a Valladolid vezetik a bajnokságot, hanem a Barcelona. Most mondhat, aki amit akar, azért mégiscsak a Barcelona jelenleg a legjobb csapat. A Real 9. hely azért az nagyon durva, tehát nem is néztem a mérkőzés után tabella állást, illetve a forduló után, én most látom először, hogy 9. helyen, nem emlékszem, mikor volt utoljára a Real Madrid. Ráadásul úgy, hogy akkor már 9, vagyis hogy pontosabban 10 mérkőzés után 4 verességgel áll a csapata. Amúgy furcsa szám, ha valaki a számmisztikával szeret foglalkozni, akkor ugye, hát éppen annyi nem, hogy mondjuk nem a 14. helyen vannak a tabellán, de a többi stimmel, a Real Madrid ugye 4 győzelemmel, 4 verességgel, 14-14-es gólarányjal, és 14 ponttal áll ezen a 9. helyen jelenleg. Amennyire ismerem a Real vezetését, ez a 9. hely, vagy 14. hely, az kb. Ugyanaz, tehát valóban. tehát, ugyanolyan megalázó, viszont ugyanolyan megalázó lehetett Lopeteguinak, ugye beszéltük itt még az adás előtt, hogy pár hónapon belül másodjára veszíti el az állását. Volt egy cikk ugyancsak a korábban említett Nemzeti Sport Online-on, hogy valószínűleg, vagy hát a cikkírója
Florentino Perezt említi meg főbűnösnek ennek az egész húzavonának, ami a világbajnokság második napja óta zajlik Lopetegui körül, mert ugye ott követték el a legnagyobb baklövést, hogy igazából megegyezhettek ők kezet rázva, ugye már beszélek Florentino Perezről és Julen Lopeteguiról, de nem kellett volna szerintem ezt nagy dobra verni a VB kellős közepén, vagy előtte való egy-két nappal, hogy elveszítse akkor az állását. Ezt sose fogjuk megtudni, hogy Lopeteguival a kispadon a spanyol válogatott meddig jutott volna a VB-n, ebbe hülyeség is lenne most belemenni, viszont azt láttuk, hogy Lopeteguival a Real Madrid 10 forduló után meddig jutott. Inkább az a kérdés akkor szerintem, hogy persze, amit említettél, hogy lehet volna kritizálni, illetve a dolgokat nem megemlíteni, hogy akkor Lopetegui tényleg el fog menni a Realhoz, illetve miatt akkor kirúgta a spanyol szövetség, de hogy ez nem csak Lopetegui múlik szerintem, hogy a Real Madrid hogy áll éppen a tabellán, tehát főleg akár, tehát persze az edző nagyon-nagyon sokat szemt egy csapatnál, nagyon jól tudjuk, de azért elnézve akár mondjuk a kezdődét a Realnak a Barca ellen, tehát hogy nincs, jó, persze tudjuk, hogy elment Ronaldo, és hogy Zidane pedig már nem edző. De tudod nagyon jó, hogy nekem mi a véleményem erről, persze le a kalappal, mint Real szurkoló, tisztában vagyok ezzel, hogy nincs ott Ronaldo, de hát... Csak pont azt akarom mondani ezáltal, hogy ránézve a kezdőre, a Real kezdőjére a Barca ellen, tehát hogy nincs igazából minőségi változás olyan módon, ami indokolná ezt a fajta produkciót. Ezt a minőségi változást. Igen, így van. Igen, tehát, igen. Ott van Courtois kapuban, igaz, Navaszt szorította ki, vagy hát nem tudom, inkább edzői döntés ez, hogy akkor kiáll a kapuban, mert szerintem mind a kettő jó kapus. Hát pont ezt akartam mondani, hogy egyiket se tudnám azt mondani, hogy ő jobb kapus, mint ő. Tehát. Pontosan, úgyhogy ott van a védelem is ugyanaz a felállás szinte jó, mondjuk a Nacho-t. Nacho tavaly előtt is végigjátszotta a szezont, mikor szükség volt rá. Nézzek a középpályát, tehát a Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric, tehát ugyanaz a középpálya, amelyik mondjuk akár BL nyer ugye konkrétan, hogy nézzek a felállásokat a csatársornak, ugye Isco, Benzema, Gerard. Tisztában vagyok vele, jó, ezek nevek, csak az a helyzet, csak hogy végignéztem a meccset, és semmi, tehát abszolút ez semmi, tehát az a brutális, hogyha így ránézünk a tabellára, és azt látom, hogy az utóbbi 5 meccsből 1 pontot sikerült egy spanyol bajnokságba szerezzen a háromszoros BL győztes, ez rettenetes, és nem találom rá a magyarázatot, bár látom, hogy ott a szakemberek se nagyon találják rá a magyarázatot. Meglátjuk, szerintem Solarit direkt azért vitték most a kezdőcsapatban, hogy Zidánnal is így kezdődött, miután Benitezt kirúgták 2015-ben, mondjuk ez egy későbbi fázis volt, utána pont Zidánt is a második csapattól hozták oda, és aztán tudjuk, mi lett a végeredmény. Remélem, hogy a Real azért nem hisz a mesékbe, mondjuk nem tudom, hogy most Solari vagy Conte ül a kispadon, attól most Bale több gólt fog-e rúgni, nem tudom. Hát érdekes mindenképpen, ugye, és az a Luis Suárez rúgott egy hat-tricket, akit megismerjük, hogy milyen fazon, illetve, hogy nem tudom, láttam is egy címet, de nem olvastam még a cikket róla, hogy a VB után kövérnek érezte magát, és hogy nem csodálkozna, hogyha a Barca keresne a helyére utánpótlást, hogy mondtad, hogy a helyére valakit. Hát mostanában nem is keres harapnivalót szerencsére, úgyhogy igen. Csodálkozom, hogy kövérnek érzi magát. Hát mindegy, rugott 3 gólt, illetve hát még ugye Coutinho is betalált ezen a mérkőzésen. És a másik az, hogy mondjuk a Real oldalában csak Marcelo volt képes a sebeket oltani egy... Az elmúlt két meccsen, ugye igen. Úgyhogy nem tudom, várjuk azt, hogy valami történjen a Real házatájékán, vagy történjen valami a Reallal. A bajnokságban mindenképpen össze kéne magukat szedniük, mondjuk a BL-ben is egy kicsit, ugye ott kikaptak a moszkvaiaktól. Igen, ott is kilógott a lóláb, igen. De ott még nincsen minden veszve, itt sincs még minden veszve, tehát azért még nagyon hosszú a szezon, tehát 28 mérkőzés még hátra van a bajnokságból, de nézzük is akkor meg, hogy kivel fognak játszani, akár a nagyobb csapatok, akár persze, ha lesz valamilyen rangadó jellegű összecsapás még a spanyol ligában, ugye a 11. fordulóban, és hát az örök X-elő, a Valencia például mondjuk a Girónával fog összecsapni, nem tudom, mennyire lesz az összecsapás valójában. Hát szerintem nem nagyon kéne mostanában a Valencia pályára lépjen, mert
Nincs értelme. Nem tudom, hogy igen, tehát az a helyzet, hogy már látom, hogyha hétvégén megpróbálnék a mérkőzésükre egy szóló XL-el fogadni, akkor biztos valaki nyer a meccsen, de azért ez már, sőt, szerintem nincs is rá ocs most már a Valencia döntetlenjeire, tehát azért ez is nagyon érdekes, nem tudom, milyen rekordot szeretnének megdönteni. Legutoljára ugye Bilbaóba sikerült egy látványos 0-0-át lefocizzon a Valencia, úgyhogy hétvégén a Girona ellen hazai pályán talán összejön egy 1-1. Igen, és látom mondjuk tehát a mérlegét a Valenciának: egy győzelem, 8 döntetlen, egy vereség, 7-8-as gólarány, 11 pont. Na, de nézzük meg, hát például még a Leganes Atletico Madrid, ugye, amelyik nem mondom, hogy kiemelkedik a dolgokból, illetve a párosításokból, de mindenképpen meg kell említeni az Atletico miatt, valamint a Real Madrid-Real Valladolid összecsapást is, mégpedig szerintem azért, mert itt ez nehéz meccs lehet a Realnak, annak ellenére, hogy hazai pályán játszik, hiszen a Valladolid meg 6. helyen mondani, van. Hogy nehéz meccse lesz a Valladolidnak azért. Tehát. Tehát, hogy... Nem, direkt azért mondtam, hogy a Madridnak lesz inkább nehéz helyzete. Ugye a Valladolid csapat a 6. helyen van jelenleg, 16 ponttal. Hát, hogyha mondjuk a Real nyer, akkor megelőzheti a... Megelőzheti a Valladolidot. Jó, igen. Figyelj, lehet 17 pontjuk, igen, tények, tudom. Na, a Rayo Vallecano-nak lesz viszont nehéz dolga a Barca ellen, ami hát igazából meg elnézve a Vallecano-t ugye 19. helyen áll a tabellán. Ez egy kinkeserves hát, dolog lesz. Vacsira megeszik őket szerintem. Valószínű, úgyhogy szerintem borítékolhatjuk a Barca győzelmét már így előre akár. A Deportivo Alaves az, aki a meglepetés eddig igazából a spanyol ligában, hiszen második helyen tanyáznak jelenleg is, alig egy ponttal lemaradva, már az első ugye Barca előtt, mögött, na butaságot beszélek, tehát mögötte, de volt már eddig a bajnokság során első is az Alaves, ha csak időszakosan is, úgyhogy mindenképpen talán... Ne lepődjön meg senki, hogyha tegyük föl, megverik majd idegenben, 4-én az Eibar csapatát, akik pedig a 15. helyen vannak, úgyhogy sanszos, hogy az Alaves győzni is tud akár. Más, mondjuk a Real Sociedad Sevillát mondanám még, ugye, ami egy... Igen, azzal szemeztem én érdekes meccs lehet valóban. De a Sociedad idén nem az a csapat, amelyikhez úgy hozzászoktunk. Jó, mindig kilengtek, tehát ilyen végletes csapat, tehát amikor elkapnak egy-egy jó meccset, egy erősebb ellen, de idén valahogy nagyon nem jön ki a lépés, ott is vannak a 12. helyen. A Sevilla meg ugye tudjuk, hogy most pont egy olyan hullámmező tetején vannak, hogy de viszont ők se kiszámíthatóak, például ugye múlt hétvégén alig tudták legyőzni a tök utolsó Huescát hazai pályán, szoros 2-1-es győzelem, de győzelem mondjuk. Igen, és akkor a záró meccs az pedig 5-én hétfő este rendeződik, mégpedig az Espanyol és az Athletic Bilbao zárja majd a 11. fordulót a La Liga Santanderben, a spanyol bajnokság első osztályában ugye. Ez a mérkőzés talán kicsit érdekes lehet igazából, mert hogy a hagyományosan masszív, vagy akár időszakosan jónak tekinthető Bilbao, bár most ebben a szezonban eddig gyengének tűnik, viszont az Espanyol meg 5. helyen tartózkodik a tabellán. Ugye a Bilbao 16., de eddig csak egy győzelmet tudtak felmutatni, illetve ők a másodikok a Valencia mögött a döntetlenek versenyében, hiszen nekik már 7x-ük van szintén, 2 vereség mellett még. Úgyhogy ennyi lett volna az összefoglalója a spanyol ligának, mi egy kicsit most zenélni fogunk, de mindenképpen maradjanak még velünk. Ez még a Zsírban Sport, még egy pár perc erejéig. Én Lenkár Péter vagyok, de itt van Kis Lóránt kollégám is, mindjárt hagyom őt is még szóhoz jutni, bár neki már csak az elköszönés jutott. Én viszont annyit elmondok, hogy férfi-női kézilabda bajnokok ligájában is fordulót rendeznek a hétvégén. Ismertetném, hogy a hát minket jobban érdekel, ugyebár a magyar résztvevő mindkét kategóriában van két résztvevője is a magyar érdekeltségnek. A Telekom Veszprém holnap délután, vagy késő délután a Rhein-Neckarral csap össze, illetve a Szeged Paris Saint-Germain ellen lép pályára vasárnap délután 18 órától, mind a két magyar csapatnak kemény mérkőzése lesz.
illetve a hölgyeknél holnap délután a Ferencváros a B-Teamet fogja fogadni 3:30-tól, illetve a Győr érdekes módon hétfő este 8 órától a Turingennel fog összecsapni hazai pályán. Na de hogy azért akkor focival zárjuk ezt a műsort, ami a sportokat tekinti, vagy jellemezné, bocsánat, akkor zárásképpen én meg elmondanám, hogy majd jövő heti adásunkban foglalkozunk a jövő heti Bajnokok Ligája és Európa Liga eredményekkel, hiszen jövő héten ismét összecsapnak a nagy top klubok, a hát mondhatni a legnagyobb, legrangosabb kiírású Bajnokok Ligájában, illetve hát tudjuk azt is, hogy akkor 4 forduló után leszünk már, és akkor már igazából latolgathatunk is akár további túlk tekintetében, csoportokat átnézzük majd, és nyilván azokat is megnézzük, hogy milyen eredmények születtek. Nyilván 6-a, 7-e lesz a két BL dátum, és akkor 8-án lesz az Európa Liga, tehát másnap mi már ezeket át is taglaljuk, át is nézzük majd. Úgyhogy maradjanak velünk még mindig. Nyilván zenei adásaink lesznek, akár még a ma este folyamán, de egész hétvégén is ugyanis visszatérő magazin műsorainkat is hallgathatják, például holnap a Digitális Aratás 18 órától, mégpedig a Digital Harvest júniusi-júliusi idei mixét, ugye kollégámnak a mixe. VB volt, úgyhogy össze kellett sűríteni. Akkor ezért van így összezsúfolva minden nem benne. Nem volt idő. Péter. Na és akkor ugye vasárnap a szintén megszokott időben és a szintén megszokott magazin műsorunk jelentkezik majd ugye a szerkesztő lemezével, ami ebben az esetben Páckán Dániel kérésére a Daft Punktól a Random Access Memories lesz. De nem maradnak zene nélkül ugye ezeken kívül sem hétvégén, hiszen akár követhetnek bennünket, ugye nem csak a rádió adásainkat tekintve, de ott van honlapunk is, amelyen vannak híreink, érhangja.ru/rádió, valamint ugye már ma este megtekinthető az Értelevízió 276. adása is, illetve nyilván ez megtekinthető lesz a továbbiakban is, úgyhogy hallgassanak bennünket, nézzenek bennünket, és kövessenek bennünket Facebookon, YouTube-on, honlapon, mindenhol hallgassanak bennünket. Legközelebb irodással majd hétfőn jelentkezünk, akkor kolléganőm Rupási Csilla fogja önöket köszönteni a jó reggelitben. Addig is maradjanak velünk, kellemes hétvégét, a kezeket a papan alá. Sziasztok!